Sziasztok srácok, ez egy túra az Isle, és Utah Raptorok vagyunk, Baby Utah. Na, az a lényeg, hogy még miért nagyon belekezdünk a gameplay részébe, ugye ennek. Ez a V3 map, ahol éjszaka van, és itt még mindig nem fixálták az éjszakát. Tehát itt még mindig azért elég kellemesen lehet látni Night Vision nélkül is. Mindig mi használjuk a Night Vision. Csak hogy a videóban jobban látszódjon. Na az a lényeg, hogy amit akartam mondani, hogy még mielőtt belekezdünk, akkor kicsit hantolgassuk fel azt, hogy mostában mit láthattunk egyéb streamerek, illetve Dondi, tehát a fejlesztő csapat Twitch oldalán, illetve klipekben. Maradjunk annyiban, hogy a legjobbat, amit én megláttam nemrég, tehát ez a friss, én fejeltem az asztalt, tehát annyira fasza, azt hagyom a végére. Az első dolog, hogy láttuk megint, most már viszont tényleg rendesen, hogy fog kinézni, hogyan mozog a Brachiosaurus. Nekem úgy tűnik, mint a kicsit gyorsabb lenne alapból, mint a Puerta, és hát nem tudom, hogy abból ítélve, hogy elvileg már rajta is van a IK, neki is működik az IK system, akkor vagy AI, vagy playable lesz a jövőbe, és hamarosan. Ugye, ha voltak ilyen, ha van egy Twitch streamer, aki nagyon gyakran eljött streamer, Nivision azt hiszem a neve, és kövessétek be, mert mindig nagyon-nagyon sok dolgot lehet látni, amit mondjuk nem láttatok. Például hipofájtot, vagy éppen becserkészik őket a percek, meg ilyesmi. Nem is kell Nivision, így van az. Na mindig ott elhangzott, hogy hát egy deváltal, hogy valószínűleg 2019 első negyedében fog érkezni nagyon-nagyon sok újítás, és utána lesz egy kis pihenő, egy hónap nagyjából, ami nem igazán pihenő, csak ki szeretné kiírtani a maradék rossz kódot, ami benne van a játékba, és akkor utána tovább léphetnek bonyolultabb mechanikákhoz, ilyesmi. Szóval akkor volt a Brachio, akkor ugye már nagyon sok mindent láttunk a skin systemről, és itt van néhány példa. Green Rex kurva jól néz ki, tehát beszarás, olyan kamuflázsa van, hogy tényleg nagyon ijesztő. Azért ez már nem egy ilyen nagy szürke kupac szar, ami mozog a képernyőt, hanem ez nehéz lesz, nagyon nehéz lesz észrevenni, hogyha esetleg a mosul. Ami jó is, mert általában azért a dinoszauruszok azok úgy néztek ki, hogy a környezetükbe beilleszkedjenek, tehát nem úgy nézett ki, mondjuk a Rex, hogy piros volt a szeme, teste bazd meg pink, meg a faszom tudja, hanem tudjátok, hát az adott területhez viszonyult. Megint lehetek, jó van. Hol vettek? Hát én nagyon falod. Nem tudom, de nem kell még mindig Night Vision éjszakára. Ennek a hidrához, nem tudom ki az. Na mindegy. Az IK-t egyébként már nagyon-nagyon faszán kidolgozták. Az is nagyon-nagyon valószínű, hogy azért így a... Szerintem maradjunk annyi, hogy... Én úgy érzem, hogy januárban még kapunk egy patchet. De az is lehet, hogy tévedek. Ez csak az én megérzésem. De akkor a következő hónap vége fele vagy felélni biztos. És az is biztos, hogy a IK meg a skin system az benne lesz. Tehát meg itt van, nézzetek, hogy a Spino, tehát a Hyper Spino, a Hyper Giganotónak is olyan faszán be van málítva. Tehát nincs az, hogy azért, tehát early-be is lehetett látni, hogy milyen az IK system. Hogy ugye idomul a földhöz, a teste, meg a talpa, meg minden. Viszont olyan dolgok voltak, hogy a farka így, mit tudom én, 90 fokba állt, vagy beleállt a földbe 120 fokon, mint tudom én, tehát ez egy nagyon-nagyon detailed és nehéz meló volt megcsinálni. Elméletileg úgy fog ez történni, hogy megkapja az összes Survival Dino, ez az IK-t, és utána, tehát miután megkapták a Survival Dino ezt az IK-t, utána nem sokkal később fogják a Sandbox Dino-t is kapni. Mi fasza, ugyanis most már a Sandbox-osoknak is van nestingi szentjük, bár nem mindegyiknek van szentjük, azt ha jól tudom, a kamerának nincsen. Úgyhogy tényleg, IK, Skin, Brahi, Pachi, Szukó, ezek ma mind nagyon-nagyon közel állnak ahhoz, hogy bekerülnek a játékba.
akciót, amit most fogtok látni. Uram, Isten, de kurva jól néz ki, bazd meg. Na most. Erről, body draggingről, tényleg azt akarom is mondani, hogy kibaszott kurva jól néz ki, és talán az egyik leges-leges leghasznosabb mechanika lesz, ami bekerül a játék valószínűleg a közeljövőbe. És azon csodálkozok, hogy megbírták azt oldani, hogy az egész testet mozdítják el, mert ugye biztos Bermudában ez egy kicsit le van butítva olyan szinten, hogyha meghal egy állat, akkor egyből karkasszá változik, és az egy fix objektum marad. És a fix objektumot szerintem könnyebb megcsinálni. Nem vagyok annyira benne így ebbe a fejlesztésbe, de azt 1000%, hogy könnyebb megcsinálni, mint amikor egy test, player által irányított test, mielőtt mozgott, meg mit tudom én, azt felkapni és vinni valahova. Kurva jön ez ki. Lehet látni is, hogy amúgy, ahogy mozgatja a fejét a Rex, úgy mozog vele a Galinak is egyes részei, lába, parka feje. Nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy van egy olyan érzés, hogy 2019 az nagyon-nagyon jó év lesz az Ionnek, és hát be fogja bizonyítani, hogy Beast of Bermuda bár jó indított, ez tény és való, illetve gameplay ügyileg jelenleg jobb, de quality-ben akkor is jobb lesz az Ion, és tényleg azt a rohadt élet. Még azt el tudnám képzelni amúgy, hogy még a Karnót is elviszi a T-Rex valahogy. Azért Karnó nem olyan nagy. Hát... talán, hogyha lesz majd olyan, hogy darabjait leszedni, vagy nem tudom, mert még a Gali, az nem tudom, biztos, hogy meg lesz szabva, hogy ugye mit fog tudni vinni minden állat, szerintem ez a saját súlyától, és ugye a test súlyától is függni fog. Most te mit tudsz vinni? Szerintem nyilván a Rex fog tudni valószínűleg a legtöbbet cipelni, és simán el tudom képzelni, hogy még Karnó alót is valahogy elvisz. Ha nem is olyan könnyen és nem is olyan gyorsan, mint mondjuk egy Galit. Mert ugye régebben ezt lehetett hallani, hogyha lesz body dragging, akkor valószínűleg az állatsúlya, amit szeretnénk cipelni, ez kihatással lesz arra, hogy milyen gyorsaságban viszed. Úgyhogy az is lehetséges, de ezt még csak mondom, és ne vegyétek fixnek, hogy mondjuk lehet, hogy majd valamit a földön húzhatsz. Mit tudom én, mondjuk egy trájkot, 8 tonnát nem fog felemelni a szájába a Rex. És ha mondjuk esetleg olyan lesz, hogy mit tudom én, a földön lehet húzni, viszont szerintem a földön el tudná húzni. Ez nem halad nagyon gyorsan, de hát akkor is, hogy ott vannak a kicsik, nem tudom, kilométerre, akkor elindulnak egymás irányába szépen. Mondjuk azt meg el tudom képzelni, hogy milyen csalogatható lehet a ragadozók számára, hogy egy végig húzol egy tetemet a földön. Egy olyan blood trail-t hagyna bazd meg, hogy a kispilis csabáró bazd meg így be lehetne szagolni. Ugye én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy jó lenne azt megcsinálni, hogy az eső az nem teljesen üti ki a szaglást, hanem megcsinálni azt is, hogy minden állatnak külön beállított szaglása van, tehát valamelyiknek rosszabb, valamelyiknek jobb. És amelynek jobb, akkor mondjuk annak még mindig benhagyni ezt a szaglást esőzés közben. Nyilván halványabb, meg nem olyan messzire, de mégiscsak, hogy éreztetni, hogy oké, ez kütinik a szaglásból, mert mit tudom én, esőzés közben is 20 méterről mondjuk kiszagolt egy karkaszt. Növényevéknél meg abszolút nem is értem, hogy miért nincsen szaglás esőzés közben, ugyanis azért köztudott, hogy néhány növénynek, vagy sok növénynek a szagát még felé is erősíti az esőzés. Hoppá, úgy látszik a gyerek meghalt valamiben. Úgyhogy szerintem aztán, meg nem is értem, tehát a esőzésnek szerintem rohadtul nem a herbivorokat kéne büntetni ilyen szinten, hogy ha éjszakon is esik az eső, és nem látsz el sem eddig, tehát ameddig a növényevők látnak, akkor hát elkezdesz éhezni növényevőként. Az meg annyira nem vicces. Úgyhogy még ezzel még van mit finomítani, de majd meglátjuk, mit hoznak ki ebből. Erre van. Ott van, látom. Mondjuk ezt kéne több stamina. És most sütöttetik be jobban. Mert veszti a játékot. Na jó van. Egy legalább menjünk fel a félig stamina ügyileg.
faszom megy felfélig. Mindig ott van. Látó távolságban van, és guggolás. Sebződök egyet. Bum! Egy harapás. Ennyi, és most van, nem fogunk éhezni. Akkor végül is az éhezést megoldottuk, amit én tartottam igazán, itt V3-on. Itt van ember. Gyere ember, itt van kaja! Szerintem írt grubba. Nyönyezik. Hey. Ah, itt van nagy, nagy ütöm még mindig. Sebződik, hát hallom. Sebződött a Dimitri-től. De amúgy jó arc, hát megkérdezte bazdmeg, hogy van a számára is kaja. Az a legtöbben oda mennek, az belezabálnak, az szavasz. Kit érdekel. Ú, de jól néz ki ez a hely, baszki. Ezt még nem is láttam, ott vannak lenn. Fészkelnek. Azt a kurva mennyi juta van itt. Uramisten. Mi a fasz bajod van? Uram Isten, hány juta van itt? Ott lent lehet, hogy... Két tesót nem fogadjátok be? Ugye lemegyik a fészekhez, de azt lehet, hogy ott meg is ölnek, bazd meg. Ki tudja, ez kurva szép ez a hely. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez napfényben. Tudom, Isten, mennyien vannak. Ez mindjárt vacsora lesz. Itt minden kettőnk szerintem. Egy nőstényt látok eddig. Egyetlen egy nőstény. Azt a kurva. Akkor itt képzeljétek el, hogy mi van. Szegény nőstény. Hol vagy? Ide lefeküdt. Feküdjünk le mi is, sztaminázzunk. Jííííí, bazd meg, oda nem lenne jó dolog leesni, én úgy érzem. Ez itt akkor biztos, hogy nem zavarja az AI spant, úgyhogy ez tényleg egy golden hely. Jutáknak. Ott van fenn még a kaja, abból eszek. Morgunk. Mi volt? Az is juta. Elmentek inni. Úgy, jó lenne valami nagyra vadászni. Ez karkasz vagy itt vér? Jó, karkasz. Ezt megesszük, ezt már egyikük még se kell. Ezt. Na? Kíváncsiak, hogy milyen lesz, mikor kikelnek a kis hatchling üták. Szia! Ő nagyobb nálam, nem? Ja. Viszont éhezik, vagy szomjazik. Hát nézzétek, hogy néz ki. És én, hogy nézek ki. Éhes vagy? Ó, nézd már meg, milyen merészek. Figyeld a... Két juta? Ez kurva jön néz ki az a hely. Mindjárt felmények mellé. Be tudok én menni? Ilyen kis szarként. Mint a szar. Easy. Szaglászok. Ki azt szerintem éjjös a gyerek. AI. AI. Itt volt valahol. Gyere ember, itt van a kaja, bazd meg. Tud támadni? Visszatámad? Nem. Ehetek? Gyere egyél, kis szar. Nézd meg, hogy néz ki, kis csont. Nem fogom, hogy ott van meg.
Azt tegyed. Ne, hülye vagy? Ezt most levadászok. Figyeld, ember. Ezt a kurva, hogy megyek. Formegyes autó. Anyjárat. Ez egy nagyobb, mint én ez a oró. Hajjat ide kajálni a nagy is. Jó, hagyom, hagyj egyenő. Ó, karnó. Azt látom, most ebből fight lesz. Aha. Mennek rá, bazd meg, úristen. Ajaj, csak ha minket akar, akkor elkap. Nem, ez beteg ez a karnó. Boldog a karnó. Van terep, ahol futhat. Hogy áll a nyaka, mi? Az meg átugor, basz meg. Nem bírják úgy, hogy juták elkapni. Menj innen a nagy lábaddal, te! Nagyon taposó, bazdmeg. Simán meg tudna jönni az itteni jutákat. Még ott van előtte az orró éjjel, úgyhogy nem kell tartani. Hogy állunk róla? Ó, mindjárt adódtak leszünk. Ah, próbálják támadni akarja. Kitűri a saját nyakát, bazdmeg. Mondjanak utána jutek. De mambusa van. Az igen, az meg ott rak, bazd meg fészket. Lehet, hogy ami ott volt, azt lerombolta. Még hát igen, ez mondjuk biztonságosabb, mint ami ott van. Mit nézel te? Medem, hogy a jut a néz, bazd meg. Enyém! Hogy néz? Figyeld! Megharapom az ujját, azt elfutok. Figyeld! Na! Kurva jó ez a játék. Megharaptam a lábujját. Veszélyes vagyok. Védem a fészket addig. De hogy nem vagy még adód gyerek? Hát én 968 vagyok, bazd meg, és nagyobb vagy, mint én. Nézzetek meg. Főleg a fején lehet látni, hogy nagyobb. Ó, közel van. Oké. Okay. Ó, már fel is nőtt. Fel is nőtt, tény? Ja. Kaja. Kapja. Szerintem ő ilyes is, látszik rajta. Ügyes vagy. Hol vannak a többiek? Olyan jó lenne meglátni egy ilyen csoportot. Aha, ott vannak. Ott játszanak. Én is mindjárt növök, úgyhogy... Emeljek feléjük. Megpróbálják felugrani? Itt még nem úszok szerintem, úgyhogy szerintem itt fel tudok ugrani. Aztán mindjárt kiderül. Figyeld, ő felugrik, én... Sikerült. Ügyes kis juta vagyok. Itt már lep a víz. Hoppá. Ezt is meg tudom? Easy. Easy, GG, ez noob. Ma megint tovább mentek, hát előbb itt ugráltak. Felfedező úton vannak. Ó, oh, nem, itt vannak. Ó, oh, para! Staminázunk, azt mehetünk. Ja, tényleg én is nőstém, még elfelejtettem. Na hát akkor most már megnöveltük ugye a nőstények számát elég rendesen. Elfut a para. Én elindulok arrafele. Tudom, hogy nem tudok nagyon sok kárt okozni még a parának.
Nézzük már meg, hogy mi van. Full water. Erre fele ment fele ezé. Parasaurus. Ott vannak sokan. Menjünk oda. Most megkérdeztem én a... Oké, pont azt hiszem AI tölt, úgyhogy az nekünk kellene is fog. Nagyon jó. Van annyi szeminek, hogy hangosoljunk egyet? Elfogy mindjárt. Tuti nem hagytak nekem be az, mert annyian vannak ott. Nincs itt food. Oh shit. Most staminázzunk, aztán utána fogjunk valamit. Ott is juta van. Talán, úgyhogy erre esélyt várok. Ah, ott van. Nekem fogta. Udvarolsz? Azt mondja, már nem tudjuk mondani. Nem, hát. Nem, ma itt van annyi éjjel, mint a rohadás.